Színek összefolynak. Lao Tse híres bölcs volt a régi Kínában. Szerinte egy napi járóföldnél messzebb nem kéne senkinek elhagyni a szülőfaluját, különben felfordulás lesz a világban. Nem fogadták meg a tanácsát, a technika pedig még jobban összehúzta a teret és az időt. Az, hogy Lê Thuong, a vietnámi festő éppen fotón mutatta be gyönyörű munkáit, ez ennek egy késői következménye. Összeköti Budapestet és Saigont, Vietnámot és Magyarországot, mert a portréiban az egyik legszebb portré egy vietnámi festő, az nagyon szép az a portré, és ugyanakkor a magyar karakterek is nyilvánvalókká válnak, azok, amivel nagyon tetszenek nekem a magyar menyecskék, amelyet ő vietnámosított abban az értelemben, hogy maga a festésmód azzal a laza, könnyed, levegős, áttetszős vietnámi festészi hagyományokkal örökítődik meg, amellyel magyar alakokat, magyar modelleket, magyar figurákat örökít meg Le Thuong. A kiállításon részt vett Phu Tao polgármestere, a fiatal vietnámi nagykövet és tanácsosa is. Két hónappal ezelőtt talán találkoztam vele. Van egy a költő jött estén, a Pham Thi Duc vietnámi költőről emlékező este, bén estében, amikor hát emlékezünk a Pham Thi Duc költőről. Az egy nagy vietnámi költő, aki nemrég halt meg. A költő estén találkoztam a Lê Thuong festő művész úrral, és sokat beszélgettünk a művészetről általában, valamint a Lê Thuong festő művész munkájáról Magyarországon. Gondolom, nagyon sok kis városkában, illetve faluban járt már Magyarországon. Mi a véleménye Phu-ról? Tôi là ngài đại sứ đã từng đi nhiều địa phương, kể cả lớn cả bé, thì không biết là cảm tưởng của ngài đại sứ về thành phố Phu đây như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố Phu mà một ấn tượng của tôi rất là tốt đẹp. Bé nhưng mà số một nói dùng nhiều, nói dùng nhiều bé nhưng mà số một nó vào rất số nhỏ. Ở đây kích vào rất là để nói dùng romanticus rất là đẹp. Es nói dùng xịp và trật tự. Es renders. Rendezett. Engedjék meg, kedves vendégeim, vietnámi festőművészünk, vietnámi nagykövetünk és azok, akik eljöttek most erre az alkalomra, hogy mindenkit a Phu Tiak nevében azzal köszöntsek, amivel Vörös Marti írta be Phu nevét az irodalomba. Ez a Phu Ti dal néhány gondolata, néhány sora, ez pedig így hangzik, hogy fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi, tőle senki a jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy, hadd maradjon gyáva földön a göröngy. A tér összeszűkülését a festő barátja is példázza magyarul írt versével. Sziasztok, köszönöm mindenki. Lényeg már 10-20 éve vagyok barátságban, és ahogy megkívánom, hogy van-e egy verset, amit nagyon régen írtam. Az a címe, hogy titkok. Mint a gyárkény nyomó füstje, tolakodik elekbe olyan fűzse. Mint tó, mely iszta a napszugán fényét, élvez a testet jelenlétett tényét, arról az adott pályók írják, kezembe a ti életem sírják, s mikor még itt a füst, csotokba a vágyba, akaratok remekbe állva, lelkemnek adom ki parancsom, hogy mi a parancs, maradjon a titkom. Nem csak most, gyerekkorom nagyon szeretem a magyar népdal, magyar népi művét, például népi ruha, nagyon szeretem, mint a magyar tányérok, témia. Zenekorom szeretem, hallottam, Rádió FM, magyar népdal, fantázia, fantázia, dalom, ritmus. Nagyon szeretem. Remélem, benne van, képekim ritmus benne van a magyar ritmus. Motivum,
Azt gondolom, Létón kedves szavainál talán a képeit mégis jobban érthetjük és élvezhetjük, ezért végezetül mutatunk még néhányat kiállításának anyagából. Lều tranh